legendák nyomában. Rejtélyek és mítoszok a történelemben. A boszorkány, a gonosz varázslónő, a csábító, a bájoló a holdfényben repül. Mit tudunk rejtélyes eredetéről? Ki volt a valóságos nő a boszorkány mítosza mögött? Kik ezek a természet fölötti erővel rendelkező emberek? Honnan jöttek? Mit csinálnak? Most is itt vannak? Az emberiség régóta töpreng ezeken a dolgokon. Lehetséges, hogy a boszorkányok egy rég eltűnt nagyhatalmú istennő utódai, aki élet és halál fölött rendelkezett. Miért kínozták és égették meg a boszorkányokat a középkorban? Hogyan terjedt el a hiedelem, hogy tudnak repülni? Hogy tudta egy játék kirobbantani a szálemi boszorkány pereket? És a boszorkányok szörnyű múltja ellenére miért űzik ma is sokan a boszorkányság ősi művészetét? Fedezzük fel az el nem pusztuló erőt, a tiltott titkokat, a mítoszt és a mágiát. Boszorkányok. Első rész. A kezdetek. A boszorkány varázslónő, az ördög társa, tündérmesék és mítoszok félelmetes szereplője, évezredek óta nem hagy nyugodni bennünket. A boszorkány dermesztő jelenés. Máig megragadja a fantáziánkat, zavarba ejt minket rejtélyeivel. A pszichológusok számára a boszorkány a nő lényének sötét oldalát jelképezi. Ő az árnyék, az öntörvényű nő. Mi az, hogy boszorkány? Mikor kezdtek hinni a boszorkányokban? Léteznek? Vagy csak az emberi képzelet bizarr teremtményei? Az évszázadok során különös változáson ment át a boszorkányokról alkotott kép. Hajdan Skandináviában Freya, a jövőbelátás istennője, hintón szelte át az eget. A görög mitológiában a boszorkány legalább annyira szép volt, mint amennyire halálos. Kirké varázslónő megbűvölte Odüsszeusz hajósait mágikus mézborával. Aztán egy pálca érintéssel disznóvá változtatta mindegyiküket. Még régebbi a zsidó hagyomány, amely szerint a vörös hajú Lilit békés otthonokba lopózott be éjjelenként, elrabolta a csecsemőket és a férfiak magját. Talán nincs is a boszorkánynál megvetettebb és rettegettebb alakja a mítoszoknak és a legendáknak. A legsúlyosabb vádnak számított, ha valakit boszorkánynak neveztek. Azt jelentette, hogy az illető gyerekeket eszik, mesztelenül táncol, és szabados, szexuális életet él. A boszorkány az egész társadalom réme volt. A gonosz boszorkány képe kitörölhetetlenül beleívódott a tudatunkba. Pedig a kezdet-kezdetén a természet fölötti erővel rendelkező mágikus nőnemű lényeket nem tekintették a gonosz forrásának. Egyes tudósok a boszorkányokat meglepő módon jóságos és hatalmas ősi istenségektől eredeztetik. A boszorkányok azóta jelen vannak, amióta az emberiség próbál megbirkózni a bajokkal, és el akarja hárítani a szerencsétlenségeket. A korai istennőkultuszban talán ezek a nők szolgálták az istennőt.
Ezeket a 20 000 évvel ezelőtti istennő figurákat tisztelték a föld termékenységét növelő varázserejük miatt. Nagyhatalmú teremtő istenségekként uralmuk alatt tartották az univerzum erőit. Évezredekkel ezelőtt a termékenység istennőt mindenható isteni erőként tartották számon. Sok néven ismerték. Mezopotámiában ő volt Inanna, az ég királynője. Egyiptomban az ókori világ uralkodó civilizációjaként, Ízisként ismerték. Kánaán földjén Aseraként. A leghatalmasabb istenek közé tartoztak, élet és halál úrnői voltak. Imádták őket azok, akik számára a termékeny föld a túlélést jelentette. Ezeknek az embereknek az élete függött a földtől, a természettől, az évszakok körforgásától, a talaj reprodukciós képességétől. Ennek alapján megérthetjük, miért azonosították a természeti erőket a női testtel, és miért tartották szentnek a nőiséget. A régiek nem csak nagyhatalmú női istenségeket imádtak, de a Közel-Keleten gyakran nők végezték a legszentebb szertartásokat is. A szent művészetekben gyakorlott papnők vajon a boszorkányok elődei? A régi papnők úgy váltak ismerté az évszázadok során, mint tudós asszonyok. Kimentek házakhoz, elűzték a tisztátalanságot, megtisztították a házat a boszorkányságtól, csecsemőket gyógyítottak, kezelték a meddőséget és az impotenciát. Tulajdonképpen családterápiát végeztek, mert megszabadították az otthont minden gonosztól. Az ősi rituálékból alakultak ki a szent szertartások, amiket később boszorkányságnak neveztek. De miféle varázs ereje volt ezeknek a régi tudós asszonyoknak? Régi török dokumentumok leírják, hogyan ül a tudós asszony egy sóval rajzolt szent körben, és mormolja a varázsigéit. A boszorkányok egyszerű rituális tárgyakat használtak, de különleges gyógyító és védőerőt tulajdonítottak nekik. Az az érdekes ezekben a nőkben, hogy abban az időben a társadalom egyértelműen pozitív figurának tartja őket. Egy király sem bír meglenni a tanácsaik nélkül, egy hadsereg sem tudja kiheverni a vereséget a szertartásaik nélkül, egy kisbaba sem születhet meg a jelenlétük nélkül. A tudósokat régóta foglalkoztatja, hogyan alakult át a jóságos tudós asszony rosszindulatú boszorkány figurává. Egyes kutatók Krisztus előtt 3000 évvel megtörtént eseményekben keresik a jelenség kulcsát. Abban az űrzavaros korban keletről érkező nomád törzsek özönlötték el a nyugati világot. Harcos népek voltak, és erősen hittek az agresszív férfi hadistenekbe. Az évszázadok során a hím nemű égi istenek lassan felülkerekedtek a valaha nagyhatalmú, nőnemű földistenségeken. A vallások fejlődés történetében gyakran láthatjuk, hogy istennők a legmagasabb polcon kezdik, aztán fokozatosan csúsznak egyre lejjebb. Látjuk, hogy a nevük egyre lejjebb kerül a listákon, amiket az írnokok újra és újra lemásolnak. Egyes tudósok szerint, amikor az egy isten hívő zsidók letelepedtek Kánoán földjén, időszámításunk előtt 1300 körül, saját teremtés történetükben is megörökítették ezt a férfi központú képet.
Sokan úgy gondolják, hogy a bibliai teremtéstörténetben Éva a halandó változata egy korábbi istennőnek, Aserának. Az Édenkertben Éva viseli a felelősséget az egész emberiségért. A szent fa és a kígyó a korábbi istennő kultusz jóindulatú jelképei tiltott és veszélyes szimbólumokká váltak. A Biblia törvényeinek engedelmeskedő zsidók pogány szokásnak ítélték a boszorkányságot, és kitiltották Kánaán földjéről. Ne akadjon köztetek senki, aki jövendőmondásra, varázslatra vagy boszorkányságra adja magát. Aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez, aki halottat idéz. Mózes 5. könyve. Különös, hogy a tiltás ellenére a Biblia egyik legrejtélyesebb története mágikus találkozást ír le egy bibliai király és egy boszorkány között. Ez abban az időben történik, amikor Saul király ádász harcba keveredik az izraeliták félelmetes ellenségeivel, a filiszteusokkal. A sorsdöntő gilboai csata estéjén az aggódó Saul király tiltott találkozóra megy egy boszorkányhoz, mert azt reméli, hogy fel tudják idézni egy halott szellemét, és az tanácsot tud adni neki. Azért különös, mert Saul száműzött minden boszorkányt és jövendőmondót az országból. Válságos helyzetben mégis felkeresi a helyi tudós asszony házát, hogy tisztán láthasson. Ezért Saul megparancsolta szolgáinak: kerítsetek nekem egy asszonyt, aki ért a halott idézéshez. Elmegyek és kérdést intézek hozzá. Szolgái azt felelték: Endorban van egy halott látó asszony. Sámuel 1:28-7. Saul király felkeresi a boszorkányt Endor falvában, Názáret közelében. Kéri, hogy idézze meg Sámuel prófétát halottaiból, hogy a csata előtt tanulhasson a bölcsességéből. A boszorkány megteszi, amit a király kér. A boszorkány rituális gödröt ás, áldozatot mutat be, és előhívja Sámuel próféta szellemét a halottak országából. Sajnos a halott csak vészjósló híreket mond az aggódó királynak. Azt jósolja, hogy Saul meg fog halni a csatában. Másnap Sámuel jövendőlése be is teljesedik. A Biblia tiltja a boszorkányságot. Akkor miért tartalmaz egy ilyen talányos történetet a nagy királyról, aki a szükség idején egy boszorkányhoz fordul? Régi kérdés ez, és válasz még ma sincs rá. Második rész. A boszorkány szombat. A 14. századi Európán végig söpört a fekete halál, a pest is. Az egyre terjedő vész egész falvakat pusztított el. Európában minden harmadik ember belehalt a betegségbe. A fekete halál támadását hisztéria kísérte, félelem, hogy a hatalmas és elkerülhetetlen gonosz lecsap. A félelemmel együtt járt a meggyőződés, hogy mindez az ördög műve. Az egyház Európa szerte felállította az inkvizíció néven ismerté vált törvényszéket, hogy megbüntesse az ördög veszélyes és rettegett cinkosának tartott eretnekeket. Az eretnekség egy bizonyos fajtáját a 14. század végén különösen kártékonynak tartották. A boszorkányságot az eretnekség legförtelmesebb formájának kiáltották ki, hiszen a boszorkány eladta a lelkét az ördögnek, és ezzel veszélyeztette saját magát, az egyházat, sőt, az egész társadalmat is. A növekvő pánik hatására a nép képzelete fenyegető rémmé nagyította a boszorkányokat. A kor hisztériájának hatására sokan hitték, hogy a boszorkányok tudnak repülni.
Meglepő módon már a 16. századi tudósok is orvosi indokot találtak rá, miért terjedt el ez a hiedelem. Egy Johann Weyer nevű német orvos szerint a boszorkányok a datura, azaz maszlag nevű növény halucinogén kivonatával kenték be magukat, ezért fantáziált róluk a környezetük. Ebben a régi néma filmben bemutatják, hogy a boszorkányok rettegett éjszakai gyűlésükre, a boszorkány szombatra repülnek. Úgy tartották, hogy a boszorkányok egyességet kötöttek az ördöggel, és hatalmas éjszakai gyűléseken imádják. Az a szóbeszéd járta, hogy a boszorkány szombati gyűlésekre repülő boszorkányok mindenféle erkölcstelenséget követnek el a ceremónia során. Szexuális orgiákról beszéltek, titkos társaságról, amely kiforgatja a társadalom erkölcsi normáit. Elterjedt, hogy a boszorkány szombatokon tomboló mesztelen táncokat járnak, és csecsemők vértől csöpögő húsát fallják. Az este csúcspontján megjelenik a sötétség hercege, azaz maga a sátán, és féktelen orgia során bujálkodik az összegyűlt boszorkányokkal. A boszorkány szombat gondolata benne a tiltott szexualitás teljes tablójával hihetetlenül izgatta az emberek fantáziáját. Tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a kor felfogása szerint a cölibátus és a szexuális vágy kordában tartása számított a helyén való keresztény viselkedésnek. 1486-ban könyv készült a boszorkány üldözők számára, hogy segítse őket a boszorkányok azonosításában és megbüntetésében. A könyv címe Malleus Maleficarum, Boszorkányok pörölje, és két német domonkos rendi szerzetes, Jakob Sprenger és Heinrich Krämer tollából született. Tükrözi a kor uralkodó nézetét, hogy a nők gyengéje a szexualitás, így könnyű prédái az ördögnek. What else is a woman but a mi más a nő, mint a barátság elpusztítója? Gonosz, kévágyó, hiú és ledér. Minden boszorkánysága húsvágyából ered, amely a nőkben kiolthatatlan. Malleus Maleficarum. Bár léteztek boszorkányüldöző kézikönyvek, már a Malleus előtt is. Jakob Sprenger és Heinrich Krämer voltak az elsők, akik a vágyat és a női test sajátosságait közvetlenül összekapcsolták a boszorkánysággal és a démonológiával. Nagyon sajátos, hihetetlenül alapos, mindenre kitér. Honnan ismered fel a boszorkányt, hogyan leplezed le? Soha ne kérdezz valakitől, hogy boszorkány vagy, hanem azt, hogy mióta vagy boszorkány. A Malleus végletes leírásai 200 éven át szolgáltak útmutatóként a fanatikus boszorkány üldözők számára. Ironikus, hogy az üldözés és az intolerancia könyve a Biblia után a második legnépszerűbb mű volt a maga korában. Az üldözés áldozatai gyakran azok az emberek lettek, akik a legtöbbet igyekeztek segíteni a közösségnek. Ha a falubeliek úgy érezték, hogy varázslattal befolyásolták őket, illetve hogy boszorkányság áldozatai lettek, természetesen egy nőt gyanúsítottak meg azzal, hogy ártott nekik. Valószínűleg azért, mert ezekben a közösségekben a nők végeztek minden varázslattal összefüggésbe hozható tevékenységet. Midwives.
Leginkább az idősebb özvegy vagy egyedülálló nőket gyanúsították, akik ügyesen bántak a gyógynövényekkel. Hiszen ha ezek az asszonyok tudnak gyógyítani a füvekkel és főzetekkel, akkor biztosan ártani is tudnak. Feljegyeztek olyan eseteket, hogy egy bába 15-20, sőt, 30 évig működött sikeresen, aztán hirtelen megvádolták boszorkánysággal, csecsemőgyilkolásával és sátánimádással. És azok az emberek, akiknek generációkon át segített a szülésnél, egyszerre csak bűnösnek kiáltották ki. Miért vádoltak meg barátok és családtagok olyan készségesen egy ártatlant? Ez a kérdés máig zavarba ejti a történészeket. Pedig még nem is ez volt a legrosszabb. Az inkvizíció félelem és gyűlölet szította tüze kioldhatatlannak tűnt. Hamarosan ezreket kötött gúzsba a rettegés, és estek áldozatul az árulásnak. Amikor a gyanúsított boszorkányt elfogták, akkor kezdődött a valódi borzalom. Harmadik rész. A boszorkány égetések kora. A 17. század végére a boszorkány üldözési hisztéria elérte a tetőfokát Európában. Ezreket tartóztattak le és hurcoltak vizsgálatra az inkvizíció elé. Az inkvizítorok kegyetlen eljárása során a boszorkányokat levetkőztették és átvizsgálták. Utána hosszú tűkkel szurkálták őket, hogy az ördög jegyeire bukkanjanak. Az inkvizítor számára elég volt egy gyanús szemölcs, májfolt vagy anyajegy, hogy halálra ítéljen valakit. Ha bizonyítékot találtak a boszorkányságra, beismerésre is szükség volt, mert enélkül senkit nem lehetett kivégezni. Hogy kicsikarják a vallomást, felélesztették a kínzás évszázadokon át tiltott gyakorlatát. A legborzalmasabb és egyben legrafináltabb kínzásokat találták ki az inkvizíció korában. Olyan szörnyűséges dolgokat, amelyekről el sem tudjuk képzelni, hogy bárki is túlélhette őket. A harmadfokú kifejezés is a középkori vallatások korára vezethető vissza, mert három fokozata volt a kínzásoknak, és a harmadik fokozat már ölt. A különféle eszközök, a hüvelykszorító, a spanyol csizma, a vasszűz mind arra szolgáltak, hogy elviselhetetlen fájdalmat okozzanak. Hihetetlen, hogy a boszorkányt még kínzás közben is veszélyesnek tartották. A Maleus Maleficarum inti a kínzót, hogy soha ne nézzen a boszorkány szemébe, nehogy a gonosz erők elragadják. A könyv szerint, aki a szemükbe nézett, azt varázslat hatására elfoghatta az együttérzés. A könyv tehát még a lehetőséget is elvette, hogy az inkvizítor esetleg megsajnálja a kínzott szemét. Kínzás közben a megvádolt boszorkányok a legszörnyűségesebb bűntetteket is bevallották. Hogy elkerüljék a további szenvedést, azt mondták a kínzóknak, amit azok hallani akartak. A vádlottakat fizikai fájdalomnak tették ki, abban a reményben, hogy így mindent bevallanak. Olyan dolgok beismerését várták tőlük, amelyeket az inkvizítorok
saját fantáziálásainkból, vagy olvasmányainkból merítettek. És persze, tudjuk, hogyha a fájdalom elég erős, mindent bevallunk, amit hallani akarnak tőlünk. Erre az emberi tulajdonságra alapoztak az inkvizítorok. Az angolok az ártatlanság kiderítésére kitalálták a vízbemerítés módszerét. Ha a vádlottat felvetette a víz, boszorkánynak ítélték, és halál várt rá. Ha lesüllyedt és megfulladt, akkor ártatlannak tartották. A vádlott tehát mindkét esetben meghalt. Európában ezrek sorsa lett az égetés. De miért épp ezt a módszert választották? A kutatók szerint az a hiedelem járta, hogy a gonosz boszorkány erő csak akkor tűnik el, ha a boszorkány teste hamuvá válik. A kivégzés napján az elítéltet kocsira tették, a szűk utcákban végigmutogatták, majd a főtérre szállították, és ott egy szölöphöz kötözték a mágia fölé. A feljegyzések szerint előfordult, hogy egy német mezővároska főterén egyetlen nap alatt 139 állítólagos boszorkányt égettek meg. Leírták, hogy a tér erdőnek látszott a sok cölöptől. A boszorkány égetések koraként ismert 200 évben az üldözés futótűzként terjedt Európában. A helyzet Franciaország és Németország falvaiban volt a legrosszabb. Ott vallatással és kínzással még arra is kényszerítették a vádlottat, hogy más ártatlanokra is rávaljon. Ez az egyik oka annak, hogy akkora méreteket öltött a boszorkányüldözés. Kivel dolgoztál együtt? Ki vett még részt a szertartásokon? Efféléket kérdeztek, és ha valakit eléggé kínoztak, bármit megtett, hogy abba hagyják. Ha neveket kellett mondania, hát mondott, és a kör egyre szélesedett. Ha egy vagy két nőt boszorkánysággal vádoltak, az nevek tucatjait eredményezhette, vagy akár több száz nevet is. A boszorkány égetések kora a 16. században talán egy várost sem érintett olyan súlyosan, mint a németországi Würzburgot. Ott a fanatikus előjárók kitalálták, hogy szinte az egész várost hatalmába kerítette a gonosz. 600 embert ítéltek halálra, ebből 19 pap volt, 41 pedig gyermek. Voltak olyan városok, ahol az inkvizíció felbukkanása után egyetlen nő sem maradt. Mindet kivégezték. Mire a boszorkány égetések korának tüzei elhamvadtak, rengetegen haltak meg. Hogy pontosan mennyien, az örökre rejtély marad. A tudósok 60 ezer és 300 ezer közé teszik a számukat. A 16. század végére a boszorkány égetések tüze kezdett kialudni Európában, de a boszorkány üldözés őrülete átterjedt az új világra. Negyedik rész. Akasztófadon. A boszorkányok különös és borzalmas történetében talán nincs még egy olyan döbbenetes vagy vitatott esemény, mint ami Massachusetts egyik eldugott falvában történt. Az eset ma is számtalan kérdést vet fel a tudósok körében.
Az 1692-es szálemi boszorkányperek során néhány félelemmel teli hónap alatt csak nem 200 embert ítéltek el boszorkányságért, majd 14 nőt és 5 férfit fel is akasztottak az akasztófadombon. De vajon hogyan kezdődött az 1692-es boszorkányüldözés, és miért éppen itt? Szálem neve a Szentváros Jeruzsálem nevéből ered. A puritánok itt nem tejjel mézzel folyó Kánaánt találtak. A városka 20 évig harcolt az indiánokkal, és felőrölték a belső problémák, a földviták és a mélyülő vallási ellentétek is. A puritánok szigorú rideg vallása nem sok vigaszt nyújtott. Az örök elkárhozás állandó fenyegetést jelentett. A démonok világa ugyanolyan valóságosnak tűnt, mint a kemény új-angliai föld. A 17. század embere hitt benne, hogy szinte mindennek természet fölötti magyarázata van. Ha megvágtad az ujjad, ha megbetegedett a tehén, vagy megromlott az étel, arra biztosan találtak valami természet fölötti okot. A kutatók szerint a boszorkány ellenes hisztéria különös módon egy puritán lelkész, Samuel Parris házában tört ki. Még meglepőbb, hogy egy játék indította útjára a rémségeket. Minden azzal kezdődött, hogy a tiszteletes lánya Elizabeth, unokahúga Abigail Williams és a benszülött rabszolga Tituba együtt játszottak. Egy egyszerű jóslójátékról volt szó. Egy pohár vízbe beleütöttek egy nyers tojást, aztán belenéztek. Feltettek egy kérdést, és várták, hogy válaszként megjelenjen valamilyen alakzat. Az egyik ilyen kísérletnél valamelyik kislánya várt gazdag kérő helyett egy koporsó képét vélte látni. A halál fenyegetésétől megrémült lányok görcsös rohamot kaptak. És ez a furcsa jelenség napokon belül más szálemi lányokkal is megismétlődött. Parris tiszteletes erőltetésére a lányok három boszorkányt neveztek meg, aki szerintük a megszállottságukat okozta. Titubát, a rabszolgát, Sarah Goodot, egy koldusasszonyt, és Sarah Osbornt, egy özvegyet, akinek állítólag tiltott kapcsolata volt az egyik szolgájával. Mindhárman kívülállók voltak a közösségben, könnyen a gyanútárgyává váltak. De mi késztette a lányokat erre a különös vádaskodásra? És valójában mi okozta a tüneteiket? Két magyarázat is létezik a szálemi lányok rohamaira. Az egyik, hogy valami pszichés betegségben szenvedtek. A hisztéria egy fajtájában. A másik magyarázat, hogy szándékosan hazudtak, félre akarták vezetni a többieket. Lehetséges, hogy a megbabonázottnak vélt lányokon akkora volt a társadalmi nyomás. Annyira szigorú ellenőrzés alatt álltak, és annyira mellékes szerepet töltöttek be a patriarchális puritán környezetben, hogy így akartak a figyelem középpontjába kerülni. Bár a mi modern korunkban hihetetlennek tűnik, a szálemi hatóságok komolyan vették a megszállott lányok vádjait, és törvényszéket állítottak fel, hogy kivizsgálják az esetet. Vajon mi késztette arra a helyi elöljárókat, hogy ilyen különös perbe kezdjenek? Egyes kutatók szerint a perekkel talán bizonyos politikai üzelmeket lepleztek. Az egyik ismert feltételezés, hogy a lányok szülei és rokonai arra használták a vádakat, hogy megszabaduljanak ellenségeiktől.
Szembeszökő, hogy a vádlók nagyrészt az egyik politikai érdekkörből kerültek ki, a vádlottak pedig a másikból. A Salemben kitörő hisztéria 24 további falvat fertőzött meg. 1692. szeptemberére a börtönöket megtöltötte a közel 200 vádlott. Közülük 27-et bűnösnek találtak, 19-et fel is akasztottak. Mivel keresztény temetést nem kaphattak, a kivégzés után testüket hagyták elrothadni a szálemi akasztófadombon. Hogy végül miért vetettek véget a boszorkány pereknek? Egyes kutatók szerint azért, mert az üldözők egyel több embert vádoltak meg a kelleténél. Ez pedig a Massachusetts-i kormányzó felesége volt. Mivel az ügy már az új angliai hatalmi struktúrát fenyegette, a vezetők úgy látták jónak, ha azonnal véget vetnek a pernek. És mi az, ami végleg véget vetett a boszorkány üldözések borzalmainak az új és új világban? Ez továbbra is rejtély. Egyes kutatók szerint a tudomány felvirágzása fontos szerepet játszott benne. Sokféle oka volt annak, hogy véget értek a boszorkányperek. De szerintem a legfontosabb szerepet az játszotta, hogy a társadalom már nem félt annyira a természet felettitől és a megmagyarázhatatlantól. Megátkozod a szomszéd tehenét, az másnapra elpusztul, és már is boszorkánynak tekintenek. Minél több magyarázat áll rendelkezésre arról, hogy miért fúvódhatott föl a tehén, annál jobban csökken, majd meg is szűnik a tendencia, hogy minden gonosz forrásának a boszorkányságot tartsák. A boszorkányokban való hit azonban a tudomány fejlődésére sem szűnt meg. Igaz, a tudomány felvirágzásával egyre halványult a boszorkányokról kialakult félelmetes kép. A 20. század elején a retteget varázslónő már csak a vicces halloweeni banya szerepét játszhatta el. Manapság azonban a boszorkány hit drámai újjászületésének lehetünk tanúi. Európában és Amerikában mintegy 200 ezer férfi és nő kötelezte el magát, hogy a régi boszorkányok útját követi. Sok évszázados üldöztetés után vajon miért akarja valaki, hogy boszorkánynak tartsák? Az évszázadok során rengeteg tévképzet alakult ki a boszorkányokról. A hegyes kalapos, zöldorú, bibircsókos banya, az ördögtársaként dolgozó, éjszakánként röbdöső varázsló vagy varázslónő és egyéb negatív képzettársítások kapcsolódtak hozzájuk. Biztosíthatom önöket, hogy ez mind hamis. Vajon mi váltotta ki a régi boszorkánymesterség mai felelevenedését? A kutatók nyomozásuk során megtaláltak egy Margaret Murray nevű fiatal angol régész könyvét. A Boszorkány kultusz Nyugat-Európában című sok vitát kiváltó könyv 1921-ben jelent meg, és egy meglepő elméletet fejtegetett. Azt állította, hogy az európai történelemben a boszorkánykodás nem sötét kultusz volt, hanem jelentős vallási erő. Azzal érvel, hogy a 15., 16., 17. században üldözött boszorkányok egy pogány vallást gyakoroltak, ami Murray szerint egész Európa egyik legnépszerűbb vallása volt. A történészek hamar elvetették Murray romantikus elképzelését a jelentős boszorkány kultuszról, de népszerű könyve felkeltette az érdeklődést a boszorkányság iránt. A 20. század közepére a modern boszorkányság hívők ezrei számára jelentett követendő utat.
Vallásukat vikának nevezték. A régi angol száz kifejezés azt jelenti, a bölcsesség ereje. A modern boszorkányok a régi hagyományok ihletésére a legegyszerűbb eszközöket használják. Gyertyát, gyógynövényeket, tömjént, kristályokat, mindazt, ami szerintük mágikus erővel bírhat. De hogy működhetnek ezek az erők? Amikor munkára akarjuk fogni a természet erőit, akkor tulajdonképpen egy nagyon erőteljes, célzott imát küldünk. A kortárs boszorkányság szertartásai közül talán a boszorkány szombat a legfontosabb. A modern változatnak semmi köze a retteget középkori gyűlésekhez. Nincs semmiféle szerződés az ördöggel. A modern boszorkány szombat eredete sokkal inkább a régebbi hagyományokhoz nyúlik vissza. Az évszakváltáshoz fűződő pogány szertartásokhoz. A Szent Ivánéit hagyományosan az év legrövidebb éjszakájának tartják. A Los Angeles körüli dombokon összegyűlnek a boszorkányok, hogy ünnepeljenek. Egy boszorkány számára az isteni nem határolódik el a földitől. Ez itt a szentség helye, máshová nem mehetünk. Nem lineáris folyamat vagyunk, ami a végítéletben végződik. Örökké folytatódó és változó körforgásban élünk. Hogyan használják a modern boszorkányok mágikus erejüket? A Wicca követői ősi örökségük nyomán egy szintén ősrégi szabályt próbálnak követni. Tégy, amit akarsz, de ne árts senkinek. Amikor boszorkány leszel, az első dolog, amit megtanulsz, az az univerzum ereje. Mindenütt ott van, és az emberi faj minden tagja használja. Fájdalmat is okozhat, megégetheted vele az ujjadat, ezért bölcsen kell élni vele. Mindig pozitív szellemben kell használni. A modern emberek, főként ebben a században talán azért nem hittek már a boszorkányságban, mert egy mechanisztikus világban élünk. Az anyag számunkra halott. Csak felhasználni akarjuk. Úgy gondoljuk, nem itatja át a mágikus erő. Mégis úgy gondolom, hogy a régi newtoni világkép helyett kezdünk az Einstein-féle határtalan lehetőségek univerzuma felé fordulni, majd onnan egy posztmodern világ felé, amelyben megértjük a véletlen események hatását. A tévképzetek hosszú időszaka után a boszorkány újra igényt tart hajdani örökségére. Ezt az örökséget valaha gonosznak bélyegezték, de a tudósok szerint a régi bölcsesség hagyatéka volt. A modern időkben a Wiccát, a boszorkányság spirituális újraéledését hivatalos vallásnak ismerik el, és más vallásokhoz hasonlóan ezt is átitatja a hit az isteni hatalomban, a mély tisztelet a természet erői iránt, és az ember szeretet. Újabb mágikus lehetőségekkel teli útkeresés a lélek és a szellem számára. A magyar változat a Balogh Mik stúdióban készült. Thank you.
A boszorkányok egyszerű rituális tárgyakat használtak, de különleges gyógyító és védőerőt tulajdonítottak nekik. Az az érdekes ezekben a nőkben, hogy abban az időben a társadalom egyértelműen pozitív figurának tartja őket. Egy király sem bír meglenni a tanácsaik nélkül, egy hadsereg sem tudja kiheverni a vereséget a szertartásaik nélkül, egy kisbaba sem születhet meg a jelenlétük nélkül. A tudósokat régóta foglalkoztatja, hogyan alakult át a jóságos tudós asszony rosszindulatú boszorkány figurává. Egyes kutatók Krisztus előtt 3000 évvel megtörtént eseményekben keresik a jelenség kulcsát. Abban az űrzavaros korban keletről érkező nomád törzsek özönlötték el a nyugati világot. Harcos népek voltak, és erősen hittek az agresszív férfi hadistenekbe. Az évszázadok során a hím nemű égi istenek lassan felülkerekedtek a valaha nagyhatalmú, nőnemű földistenségeken. A vallások fejlődés történetében gyakran láthatjuk, hogy istennők a legmagasabb polcon kezdik, aztán fokozatosan csúsznak, egyre lejjebb. Látjuk, hogy a nevük egyre lejjebb kerül a listákon, amiket az írnokok újra és újra lemásolnak. Egyes tudósok szerint, amikor az egy Isten hívő zsidók letelepedtek Kánoán földjén, időszámításunk előtt 1300 körül, saját teremtés történetükben is megörökítették ezt a férfi központú képet. Sokan úgy gondolják, hogy a bibliai teremtés történetben Éva a halandó változata egy korábbi istennőnek, Aserának. Az Édenkertben Éva viseli a felelősséget az egész emberiségért. A szent fa és a kígyó a korábbi istennő kultusz jóindulatú jelképei tiltott és veszélyes szimbólumokká váltak. A Biblia törvényeinek engedelmeskedő zsidók pogány szokásnak ítélték a boszorkányságot és kitiltották Kánaán földjéről. Ne akadjon köztetek senki, aki jövendőmondásra, varázslatra vagy boszorkányságra adja magát. Csak vigaszt nyújtott. Az örök elkárhozás állandó fenyegetést jelentett. A démonok világa ugyanolyan valóságosnak tűnt, mint a kemény új angliai föld. A 17. század embere hitt benne, hogy szinte mindennek természet fölötti magyarázata van. Ha megvágtad az ujjad, ha megbetegedett a tehén, vagy megromlott az étel, arra biztosan találtak valami természet fölötti okot. A kutatók szerint a boszorkány ellenes hisztéria különös módon egy puritán lelkész, Samuel Paris házában tört ki. Még meglepőbb, hogy egy játék indította útjára a rémségeket. Minden azzal kezdődött, hogy a tiszteletes lánya Elizabeth, unokahúga Abigail Williams és a benszülött rabszolga Tituba együtt játszottak. Egy egyszerű jóslójátékról volt szó. Egy pohár vízbe beleütöttek egy nyers tojást, aztán belenéztek. Feltettek egy kérdést, és várták, hogy válaszként megjelenjen valamilyen alakzat. Az egyik ilyen kísérletnél valamelyik kislánya várt gazdag kérő helyett egy koporsó képét vélte látni. A halál fenyegetésétől megrémült lányok görcsös rohamot kaptak. És ez a furcsa jelenség napokon belül más szálemi lányokkal is megismétlődött. Paris tiszteletes erőltetésére a lányok 3 boszorkányt neveztek meg, aki szerintük a megszállottságukat okozta.
Titubát, a rabszolgát, Sarah Goodot, egy koldusasszonyt, és Sarah Osbornt, egy özvegyet, akinek állítólag tiltott kapcsolata volt az egyik szolgájával. Mindhárman kívülállók voltak a közösségben, könnyen a gyanútárgyává váltak. De mi késztette a lányokat erre a különös vádaskodásra? És valójában mi okozta a tüneteiket? Két magyarázat is létezik a szálemi lányok rohamaira. Az egyik, hogy valami pszichés betegségben szenvedtek, a hisztéria egy fajtájában. A másik magyarázat, hogy szándékosan hazudtak, félre akarták vezetni a többi. Amelyekről el sem tudjuk képzelni, hogy bárki is túlélhette őket. A harmadfokú kifejezés is a középkori vallatások korára vezethető vissza, mert három fokozata volt a kínzásoknak, és a harmadik fokozat már ölt. A különféle eszközök, a hüvelykszorító, a spanyol csizma, a vasszűz mind arra szolgáltak, hogy elviselhetetlen fájdalmat okozzanak. Hihetetlen, hogy a boszorkányt még kínzás közben is veszélyesnek tartották. A Maleus Maleficarum inti a kínzót, hogy soha ne nézzen a boszorkány szemébe, nehogy a gonosz erők elragadják. A könyv szerint, aki a szemükbe nézett, azt varázslat hatására elfoghatta az együttérzés. A könyv tehát még a lehetőséget is elvette, hogy az inkvizítor esetleg megsajnálja a kínzott szemét. Kínzás közben a megvádolt boszorkányok a legszörnyűségesebb büntetteket is bevallották. Hogy elkerüljék a további szenvedést, azt mondták a kínzóknak, amit azok hallani akartak. A vádlottakat fizikai fájdalomnak tették ki, abban a reményben, hogy így mindent bevallanak. Olyan dolgok beismerését várták tőlük, amelyeket az inkvizítorok saját fantáziálásaikból vagy olvasmányaikból merítettek. És persze, tudjuk, hogy ha a fájdalom elég erős, mindent bevallunk, amit hallani akarnak tőlünk. Erre az emberi tulajdonságra alapoztak az inkvizítorok. Az angolok az ártatlanság kiderítésére kitalálták a vízbemerítés módszerét. Ha a vádlottat felvetette a víz, boszorkánynak ítélték, és halál várt rá. Ha lesüllyedt és megfulladt, akkor ártatlannak tartották. A vádlott tehát mindkét esetben meghalt. Európában ezrek sorsa lett az égetés. De miért épp ezt a módszert választották? A kutatók szerint az a demónia során... Szexuális orgiákról beszéltek, titkos társaságról, amely kiforgatja a társadalom erkölcsi normáit. Elterjedt, hogy a boszorkány szombatokon tomboló mesztelen táncokat járnak, és csecsemők vértől csöpögő húsát fajják. Az este csúcspontján megjelenik a sötétség hercege, azaz maga a sátán, és végtelen orgia során bujálkodik az összegyűlt boszorkányokkal. A boszorkányszombat gondolata benne a tiltott szexualitás teljes tablójával hihetetlenül izgatta az emberek fantáziáját. Tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a kor felfogása szerint a cölibátus és a szexuális vágy kordában tartása számított a helyén való keresztény viselkedésnek.
1486-ban könyv készült a boszorkány üldözők számára, hogy segítse őket a boszorkányok azonosításában és megbüntetésében. A könyv címe Malleus Maleficarum, boszorkányok pörölje, és két német domonkos rendi szerzetes, Jakob Sprenger és Heinrich Krämer tollából született. Tükrözi a kor uralkodó nézetét, hogy a nők gyengéje a szexualitás, így könnyű prédái az ördögnek. What else is a woman but a mi más a nő, mint a barátság elpusztítója, gonosz, kévágyó, hiú és ledér. Minden boszorkánysága húsvágyából ered, amely a nőkben kiolthatatlan. Malleus Maleficarum. Bár léteztek boszorkányüldöző kézikönyvek már a Malleus előtt is, Jakob Sprenger és Heinrich Krämer voltak az elsők, akik a vágyat és a női test sajátosságait közvetlenül összekapcsolták a boszorkánysággal és a démonológiával. Nagyon sajátos, hihetetlenül alapos, mindenre kitér. Honnan ismered fel a boszorkányt, hogyan leplezed le? Soha ne kérdezz valakitől, hogy boszorkány vagy, hanem azt, hogy mióta vagy boszorkány. A Malleus végletes leírásai 200 éven át szolgáltak útmutatóként a fanatikus boszorkányüldözők számára. Ironikus, hogy az Üldözés és az Intolerancia könyve a Biblia után a második legnépszerűbb mű volt a maga korában. Az Üldözés a holdfényben repül. Mit tudunk rejtélyes eredetéről? Ki volt a valóságos nő a boszorkány mítosza mögött? Kik ezek a természet fölötti erővel rendelkező emberek? Honnan jöttek? Mit csinálnak? Most is itt vannak? Az emberiség régóta töpreng ezeken a dolgokon. Lehetséges, hogy a boszorkányok egy rég eltűnt nagyhatalmú istennő utódai, aki élet és halál fölött rendelkezett. Miért kínozták és égették meg a boszorkányokat a középkorban? Hogyan terjedt el a hiedelem, hogy tudnak repülni? Hogy tudta egy játék kirobbantani a szálemi boszorkánypereket? És a boszorkányok szörnyű múltja ellenére miért űzik ma is sokan a boszorkányság ősi művészetét? Fedezzük fel az el nem pusztuló erőt, a tiltott titkokat, a mítoszt és a mágiát. Boszorkányok. Első rész. A kezdetek. A boszorkány varázslónő, az ördög társa, tündérmesék és mítoszok félelmetes szereplője, évezredek óta nem hagy nyugodni bennünket. A boszorkány dermesztő jelenés, máig megragadja a fantáziánkat, zavarba ejt minket rejtélyeivel. A pszichológusok számára a boszorkány a nő lényének sötét oldalát jelképezi. Ő az árnyék, az öntörvényű nő. Mi az, hogy boszorkány? Mikor kezdtek hinni a boszorkányokban? Léteznek, vagy csak az emberi képzelet bizarr teremtményei? Az évszázadok során különös változáson ment át a boszorkányokról alkotott kép. Hajdan Skandináviában Freja, a jövőbelátás istennője, hintón szelte át az eget. A görög mitológiában a boszorkány legalább annyira szép volt, mint amennyire halálos. Kirké varázslónő megbűvölte Odysseus hajósait mágikus mézborával. Az 1692-es szálemi boszorkányperek során
Néhány félelemmel teli hónap alatt csak nem 200 embert ítéltek el boszorkányságért, majd 14 nőt és 5 férfit fel is akasztottak az akasztófadombon. De vajon hogyan kezdődött az 1692-es boszorkányüldözés, és miért éppen itt? Szálem neve a Szentváros Jeruzsálem nevéből ered. A puritánok itt nem tejjel mézzel folyó Kánoánt találtak. A városka 20 évig harcolt az indiánokkal, és felőrölték a belső problémák, a földviták és a mélyülő vallási ellentétek is. A puritánok szigorú, rideg vallása nem sok vigaszt nyújtott. Az örök elkárhozás állandó fenyegetést jelentett. A démonok világa ugyanolyan valóságosnak tűnt, mint a kemény új-angliai föld. A 17. század embere hitt benne, hogy szinte mindennek természet fölötti magyarázata van. Ha megvágtad az ujjad, ha megbetegedett a tehén, vagy megromlott az étel, arra biztosan találtak valami természet fölötti okot. A kutatók szerint a boszorkány ellenes hisztéria különös módon egy puritán lelkész, Samuel Paris házában tört ki. Még meglepőbb, hogy egy játék indította útjára a rémségeket. Minden azzal kezdődött, hogy a tiszteletes lánya Elizabeth, unokahúga Abigail Williams és a benszülött rabszolga Tituba együtt játszottak. Egy egyszerű jóslójátékról volt szó. Egy pohár vízbe beleütöttek egy nyers tojást, aztán belenéztek. Feltettek egy kérdést, és várták, hogy válaszként megjelenjen valamilyen alakzat. Az egyik ilyen kísérletnél valamelyik kislánya várt gazdag kérő helyett egy koporsó képét vélte látni. A halál fenyegetésétől megrémült lányok görcsös rohamot kaptak. És ez a furcsa jelenség napokon belül más szálemi lányokkal is megismétlődött. Paris tisztelete, mint a kemény új-angliai föld. A 17. század embere hitt benne, hogy szinte mindennek természet fölötti magyarázata van. Ha megvágtad az ujjad, ha megbetegedett a tehén, vagy megromlott az étel, arra biztosan találtak valami természet fölötti okot. A kutatók szerint a boszorkány ellenes hisztéria különös módon egy puritán lelkész, Samuel Paris házában tört ki. Még meglepőbb, hogy egy játék indította útjára a rémségeket. Minden azzal kezdődött, hogy a tiszteletes lánya Elizabeth, unokahúga Abigail Williams és a benszülött rabszolga Tituba együtt játszottak. Egy egyszerű jóslójátékról volt szó. Egy pohár vízbe beleütöttek egy nyers tojást, aztán belenéztek. Feltettek egy kérdést, és várták, hogy válaszként megjelenjen valamilyen alakzat. Az egyik ilyen kísérletnél valamelyik kislánya várt gazdag kérő helyett egy koporsó képét vélte látni. A halál fenyegetésétől megrémült lányok görcsös rohamot kaptak. És ez a furcsa jelenség napokon belül más szálemi lányokkal is megismétlődött. Paris tiszteletes erőltetésére a lányok három boszorkányt neveztek meg, aki szerintük a megszállottságukat okozta. Titubát, a rabszolgát, Saragudot, egy koldusasszonyt
és Sarah Osborne-t, egy özvegyet, akinek állítólag tiltott kapcsolata volt az egyik szolgájával. Mindhárman kívülállók voltak a közösségben, könnyen a gyanútárgyává váltak. De mi késztette a lányokat erre a különös vádaskodásra? És valójában mi okozta a tüneteiket? Két magyarázat is létezik a szálemi lányok rohamaira. Az egyik, hogy valami pszichés betegségben szenvedtek, a hisztéria egy fajtájában. A másik magyarázat, hogy szándékosan hazudtak, félre akarták vezetni a többieket. Lehetséges, hogy a megbabonázottnak vélt lányokon akkora volt a társadalmi nyomás, annyira szigorú ellenőrzést, aki ért a halott idézéshez. Elmegyek és kérdést intézek hozzá. Szolgái azt felelték. Endorban van egy halott látóasszony. Sámuel 1.28.7. Saul király felkeresi a boszorkányt Endor falvában, Názáret közelében. Kéri, hogy idézze meg Sámuel prófétát halottaiból, hogy a csata előtt tanulhasson a bölcsességéből. A boszorkány megteszi, amit a király kér. A boszorkány rituális gödröt ás, áldozatot mutat be, és előhívja Sámuel próféta szellemét a halottak országából. Sajnos a halott csak vészjósló híreket mond az aggódó királynak. Azt jósolja, hogy Saul meg fog halni a csatában. Másnap Sámuel jövendőlése be is teljesedik. A Biblia tiltja a boszorkányságot. Akkor miért tartalmaz egy ilyen talányos történetet a nagy királyról, aki a szükség idején egy boszorkányhoz fordul? Régi kérdés ez, és válasz még ma sincs rá. Második rész. A boszorkány szombat. A 14. századi Európán végig söpört a fekete halál, a pest is. Az egyre terjedő vész egész falvakat pusztított el. Európában minden harmadik ember belehalt a betegségbe. A fekete halál támadását hisztéria kísérte, félelem, hogy a hatalmas és elkerülhetetlen gonosz lecsap. A félelemmel együtt járt a meggyőződés, hogy mindez az ördög műve. Az egyház Európa szerte felállította az inkvizíció néven ismerté vált törvényszéket, hogy megbüntesse az ördög veszélyes és rettegett cinkosának tartott eretnekeket. Az eretnekség egy bizonyos fajtáját a 14. század végén különösen kártékonynak tartották. A boszorkányságot az eretnekség legförtelmesebb formájának kiáltották ki, hiszen a boszorkány eladta a lelkét az ördögnek, és ezzel veszélyeztette saját magát, az egyházat, sőt, az egész társadalmat is. A növekvő pánik hatására a nép képzelete fenyegető rémmé nagyította a boszorkányokat. Hette őket. A harmadfokú kifejezés is a középkori vallatások korára vezethető vissza, mert három fokozata volt a kínzásoknak, és a harmadik fokozat már ölt. A különféle eszközök, a hüvelykszorító, a spanyol csizma, a vasszűz mind arra szolgáltak, hogy elviselhetetlen fájdalmat okozzanak. Hihetetlen, hogy a boszorkányt még kínzás közben is veszélyesnek tartották. A Maleus Maleficarum inti a kínzót, hogy soha ne nézzen a boszorkány szemébe, nehogy a gonosz erők elragadják.
A könyv szerint, aki a szemükbe nézett, azt varázslat hatására elfoghatta az együttérzés. A könyv tehát még a lehetőséget is elvette, hogy az inkvizítor esetleg megsajnálja a kínzott szemét. Kínzás közben a megvádolt boszorkányok a legszörnyűségesebb büntetteket is bevallották. Hogy elkerüljék a további szenvedést, azt mondták a kínzóknak, amit azok hallani akartak. A vádlottakat fizikai fájdalomnak tették ki, abban a reményben, hogy így mindent bevallanak. Olyan dolgok beismerését várták tőlük, amelyeket az inkvizítorok saját fantáziálásaikból vagy olvasmányaikból merítettek. És persze, tudjuk, hogyha a fájdalom elég erős, mindent bevallunk, amit hallani akarnak tőlünk. Erre az emberi tulajdonságra alapoztak az inkvizítorok. Az angolok az ártatlanság kiderítésére kitalálták a vízbemerítés módszerét. Ha a vádlottat felvetette a víz, boszorkánynak ítélték, és halál várt rá. Ha lesüllyedt és megfulladt, akkor ártatlannak tartották. A vádlott tehát mindkét esetben meghalt. Európában ezrek sorsa lett az égetés. De miért épp ezt a módszert választották? A kutatók szerint az a hiedelem járta, hogy a gonosz boszorkányerő csak akkor tűnik el, varázslónő megbűvölte Odysseus hajósait mágikus mézborával. Aztán egy pálca érintéssel disznóvá változtatta mindegyiküket. Még régebbi a zsidó hagyomány, amely szerint a vörös hajú Lilit békés otthonokba lopózott be éjjelenként, elrabolta a csecsemőket és a férfiak magját. Talán nincs is a boszorkánynál megvetettebb és rettegettebb alakja a mítoszoknak és a legendáknak. A legsúlyosabb vádnak számított, ha valakit boszorkánynak neveztek. Azt jelentette, hogy az illető gyerekeket eszik, mesztelenül táncol, és szabados, szexuális életet él. A boszorkány az egész társadalom réme volt. A gonosz boszorkány képe kitörölhetetlenül beleívódott a tudatunkba. Pedig a kezdet-kezdetén a természet fölötti erővel rendelkező mágikus nőnemű lényeket nem tekintették a gonosz forrásának. Egyes tudósok a boszorkányokat meglepő módon jóságos és hatalmas ősi istenségektől eredeztetik. A boszorkányok azóta jelen vannak, amióta az emberiség próbál megbirkózni a bajokkal, és el akarja hárítani a szerencsétlenségeket. A korai istennőkultuszban talán ezek a nők szolgálták az istennőt. Ezeket a 20 000 évvel ezelőtti istennő figurákat tisztelték a föld termékenységét növelő varázserejük miatt. Nagyhatalmú teremtő istenségekként uralmuk alatt tartották az univerzum erőit. Évezredekkel ezelőtt a termékenység istennőt mindenható isteni erőként tartották számon. Sok néven ismerték. Mezopotámiában ő volt Inanna, az ég királynője. Egyiptomban az ókori világ uralkodó civilizációjaként, Ízisként ismerték. Kánaán földjén, Aseraként.
A leghatalmasabb istenek közé tartoztak, élet és halál úrnői voltak. Imádták őket azok, akik számára a termékeny föld a túlélést jelentette. Ezeknek az